A román fél kezdeményezésére tárgyalásokat folytatott Theodor Meloscanu román külügyminiszter Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet informális külügyminiszteri találkozóján a szlovákiai Csorbató mellett. A román tárcavezető arra kérte magyar hivatali kollégáját, hogy a budapesti hivatalosságok visszafogottan nyilatkozzanak, ugyanis az utóbbi időben a magyar-román párbeszédet mesterséges módon feszülté tették. Szijjártó Péter elmondta, Magyarország továbbra is arra törekszik, hogy a két ország kapcsolatrendszere visszatérjen a kölcsönös tisztelet talajára. A román tárcavezető segítségét kérte abban, hogy az Ózvölgyi katonai temetőről szóló szakértői egyeztetések folytatódjanak, és még júliusban kerüljön sor a két szakértői csapat helyszíni szemléjére. A magyar külügyminiszter arra is kérte Meloscanut, hogy a romániai bíróságok vessenek véget azon gyakorlatuknak, hogy súlyos bírságokat szabnak ki magyar tisztségviselőkre anyanyelv és szimbólumhasználat miatt. Meloscanu azonban emlékeztette Szijjártót, hogy Románia demokratikus állam, ahol a kormány nem avatkozik bele az igazságszolgáltatásba.